jogi ügyekben, és ugye elmondják, és mikor sokszor éppen tegnap is írt egy fiatal ember, nagyon negatívan írta le azt, ami nem is olyan negatív, és írtam neki, hogy drága, kedves barátom, hétfőn találkozzunk, mert nagyon nagy bajba vagy. Ugyebár egy hitetlen ember, azt már az kiderült messengeren, ahogy írtunk, és én igenis holnap találkozom vele, mert bele hitet kell önteni, az Isten hitet bele kell önteni az emberbe, egy idézőjelbe, de valóban az Úr az majd önti belé a hitet, de az Isten titeket és minket is használ, testvérek, ezt tudnotok kell, mert azért vagyunk, azért születtünk mi a földre az Úr teremtményeiként, hogy üzenjünk másoknak, hogy ő van és létezik, és mondjátok tovább, és beszéljetek a jóról, a pozitívról. Ez óriási nagy dolog, testvérek, valóban. Ugye az előző héten beszéltem, hogy a Száva család megtéréséről is, az is egy csodálatos dolog számunkra, de bizonyság hazánk, Európa és talán világ számára is, hogy valóban egy ilyen nagy család, szoktam mondani, hogy a régi időkben zavaros vizeken neveztek a testvéreim, aztán most egy csodálatos, tiszta, édes vize nevezünk, mert megtér minden testvére. Halleluja! Köszönjük Istennek! Köszönjük! Isten megformált a családot, valóban. Nagyon sok vitám volt a testvéreimmel, most már nincs vita, hanem Isten igényéről beszélünk, testvérek. Óriási nagy különbség. Akkor leülünk az asztal mellé, és arról beszélünk, hogy mekkora csodálatos Isten jelenléte. Húha, az Úr megint itt van velem, és veletek, legyen is. És ez egy óriási dolog, miközben előtte még a 90-es évek előtt én el kell, hogy mondjam, óriási vitába szálltam a testvéreimmel, a viselkedés, a meggondolatlanság miatt. Most meg csodálatosan úgy beszélnek Istenről, hogy öröm hallgatni. Van a Száva Zsolti öcsém is, akik lelkipásztorok szintén, a Száva Zsolt öcsém, aki szintén lelkipásztor, a többi testvéreim is megtértek, tehát ez azt gondolom egy csoda, és legyen valóban egy óriási bizonság számotokra. Ezzel így ezt a fejezetet lezárnám, és engedjétek meg röviden még hadd beszéljek arról, hogy biztos tapasztaltátok ti is, hát én, mivel ország szerte, ugye nagyon sok településen vagyunk és járunk, látom, hallom és fáj, amikor arról beszélnek, hogy csodálatos családi életből negatív élethelyzet alakult ki, és válás történt. Válások sorozata, erről szakemberek is beszélnek már a televízióban, és valóban én úgy tapasztalom, hogy 2017-től ez megsokasodott sajnos, és ezért rendszeresen imádkozom, és imádkozzatok ti is, hogy a boldog családi életek ne menjenek tönkre, testvérek, mert ahogy én belelátok, és ugye megvizsgáljuk, és hozzám fordulnak válások, és bírósági perek, gyermekelhelyezési perek, stb. Tehát ebből ugye sok mindent belelátunk, és én kívánom azt, hogy azok az emberek, akik meggondolatlanul egy másik párt választanak, vagy szándékuk van, előtte vizsgálják meg önmagukat, ne a másikba keressék csak valóban a hibát, úgy, hogy a Biblia írja, ugye, a gerenda és a szálka. Tehát először önmagukat is vizsgálja meg, az legyen férfi, legyen nő, főleg ahol gyerekek vannak, de ha gyerekek nincsenek, és boldog házasságban, és mégis elválnak, akkor vizsgálják meg önmagukat, és forduljanak Istenhez. Amen, testvéreim! Mert akik Istenhez fordulnak, ismételten a Szent Szellem nagyon erős, itt van, köszönöm Uram, akik Istenhez fordulnak, ott meg tudják akadályozni a gonoszt, a sátánnak a beavatkozását, mert itt a sátán avatkozik be, testvérek, tudni kell, az Úr a mindenható rosszat nem tesz, de valóban semmivé válik a sátán, amikor az Úrban jártok és Istenhez imádkoztok, a Jézushoz, és akkor minden megváltozik, testvérek, értsétek meg a párotokért, vagy barátotokért, vagy szomszédotokért is imádkozzatok, és beszéljetek vele, beszéljetek és üljetek le, hogy valóban önmagában is találja meg mindenki, ha hiba van. Mert ugye hiba nélkül nem születtünk, és nem is halunk meg. Persze
örök életűek vagytok, és örök életűek vagyunk, és legyen mindenkinek örök élete az Úrban. Tehát kívánom azt, hogy az életetek legyen boldog, testvéreim, akik itt vagytok, és akik nincsenek itt, a világ népére, a szeretteimre, a gyerekeimre, egy kis unokám van, őrá is kérem a mindenható hatalmas áldását, önmagamra is kérem, ti is kérjétek mindig önmagatokra is, hogy legyen boldog az életünk, hosszú földi életet éljünk egészségben és szeretetben, ami nagyon fontos, és anyagi áldásban, mert azt is mondom, valóban az anyagiak kellenek ahhoz, hogy boldogulni tudjatok mindannyian. Legyetek áldottak, még egyszer kívánom nektek az Úr hatalmas Szent Szellemére. Ámen, testvérek, ámen! Amen.